Ki horkol hangosabban? Nem horkolunk. Nem tudom, én alszok éjszaka, úgyhogy nem hallgatom. Én is alszok. Nem horkol egyikünk alapvetően. Én azt tudom, hogy velem elő szokott fordulni, de most már kifejlesztettem egy alvó technikát, hogy soha nem alszok. Vagyis soha nem... Akkor ezt kivágjuk. Kit viselt meg jobban az időeltolódás? Semmi. Egyikünket sem. Mind a ketten altatóval dolgoztunk az első pár napban, az bekábított, és akkor azóta is szépen alszunk. De egyébként mind a ketten egész gyorsan átállunk az ilyen nagyobb eltolódásokra. Mi azt beszéltük, hogy az ilyen 6-7 óra az sima szokott lenni mindig. Engem a 3-4 óra az jobban kicsinál. Ki telefonál haza többet? Én? Hányszor hallottál telefonálni? És én hányszor telefonálni? Hát többször, mint én. De. Néha egy picit már besokálok tőle, és akkor hazatelefonálok, de egyébként itt tök jól meg vagyunk, nem? Ja. Ki a rendetlenebb a közös szobában? Ezt vállalom. Igen, hát én össze-vissza, de hát én átlátom a rendszert a káoszban. Valaki nem. Engem nem zavar. A saját területemen van káosz, tehát nem megyek bele az ő területébe. Az enyémen, viszont azt kihasználom. Ki nyomkodja többet a telefonját? Az én szerintem, igen. Néha elveszek benne, és akkor ő rám szól, hogy Bence, mit csinálsz? És akkor, ja igen, és akkor elrakom. Néha értelmetlen videókat szoktam nézni, és hát abból ki kell szedni. Van, amikor azért nem engedem neki, tehát van, amikor szeretnék a burokba benne maradni. Van, amikor így el akarsz leszni. Igen, néha így jó lesik. YouTube, ott akkor nekiállok bóklászni, és akkor az tényleg olyan helyekre viszel, amit nem gondoltam volna, hogy oda egyszer is el fogok jutni. De hát volt, amikor olyan videót néztem, hogy mi történik a Földdel, hogyha az űrből egy tű belecsapódik. Igen, de a legjobb ebben az volt, hogy utána megkérdeztem tőle, hogy és mi történik. Ja, azt nem tudom. Nem tudom, tényleg. Ki bírja jobban az ilyen hosszú utazásokat? Magát az utazás? Aha, magát az utazás részét. Én, mert én átalszom a nagy részét mindig. És addig filmezel, olvasgatod? Igen, filmezek, olvasgatom. Nézem, hogy alszik. Tényleg így vagyok. És akkor itt nem mozdulok. És nem mozdul meg 6 órán keresztül tényleg. Ki állítgatja többet a klímát az apartmanban? De ez egyébként tök korrekt, mert rám fújja a klíma a levegőt, és akkor én ugye ott fekszek, és akkor már megfagyok, mondom, Ádi, kapcsoljuk már ki a klímát. De hát itt lefeküdtem és lefolyik rólam a víz. Mondom, te, hát én meg szétfagyok. Jó, de azt szögezzük, hogy ez csak itt van azért tényleg. Tehát, hogy alapvetően beállítjuk egy hőmérsékletet és úgy van. Kire kell többet várni induláskor? Igen, ezt megadom, mint ahogy az ábra is mutatja. Később értünk ide, mint kellett volna, miattam. Igen, hát meg szoktam csúszni picit. De igyekszem, dolgozom rajta. Igen, ezen dolgozik egy olyan 4-5 éve. Kinek van olyan szokás a rituálé, ami a másik agyára megy? Nem, szerintem egyikünk sincs ilyen, vagy ami van, azt meg így egyedül csináljuk szerintem. Igen. Tehát, hogy... Fú, ne érzésetek az. Félreértés ne esik, nem olyan. Ki hallgat hangosan zenét, vagy néz filmet, amikor már mondjuk aludni kéne? És akkor ő mindig rám szól, hogy Bence, átállsz, akkor fülesre. És akkor mondtam, és akkor igen. Van, amikor ezzel nagyon gyorsan egyetértek, és akkor csinálom, valamikor viszont ez egy picit rosszul esik, és akkor még szeretném tovább nyomni.